33. fejezet Aileen megkegyelmez Hárlam és Uter szó nélkül elindultak, megcélozva a városháza fekete tornyát. A DS tagjai közül még mindig sokan rosszalló tekintettel bámultak utánuk, és Harry is osztotta véleményüket. Lehet, hogy a két mágos jókor érkezett, de megkérték az árát. Utánuk szaladt, és hárlám elé kerülve megállította őket. Várjanak, tette fel mindkét kezét. Kérem, várjanak egy percet. Megálltak, és várakozva néztek rá, amitől Harry egy pillanatra meglepődött. Nem számított rá, hogy tényleg hajlandóak lesznek várni miatta. Igen. Öh, ezek az emberek, mutatott hátra barátaira, meg a varázslények azért vannak itt, mert ők is megpróbálták legyőzni a névtelent, ha... ha nem akarják, hogy itt legyenek, hadd menjenek el a szigetről. A vörös hajú férfi közömbösen vállat vont. Menjenek. Harry mélyet sóhajtott és megrázta a fejét. Nem tudta eltitkolni, hogy mennyire nyugtalanítja ez a beszélgetés. Fogalma sem volt, mire számíthat ettől a két embertől, és utárszemeitől borsódott borsódzott a háta. Az a helyzet, hogy nem tudnak, folytatta kitartóan és reménykedve. A szigetre be lehet jutni a partoknál, de elmenni már csak a hídon lehet. És az arra van, a déli kapunál, szóval azt akarja, hogy a korcsok kövessenek minket a kapuig. Kommentálta Hárlám társának, arcán gúnyos félvigyorral. Uter lenézően fintolgott. Nem fogunk testőrködni fölöttük. Jussanak el saját erejükből a kapuhoz. Aki túléli a harcot, az méltó rá, hogy éljen. Aki túl gyenge, az pusztuljon. Ez az én mottom. Magyarázta a varázsló könyörtelen hangon. Harry arcére megkeményedett Uter szavai hallatán. De hogy fogja ő tovább játszani az alázatos szolgát? Akkor felejtsék el, hogy magukkal megyek, kötötte ki szilárdan. Harlam és Uter összevont szemöldökkel merett rá, de nem szóltak. Jarmila biztos olyasmit jósolt maguknak, hogy nem fogják legyőzni a névtelent, ha mi négyen nem tartunk magukkal ugye? Honnan tudod, hogy hívják a profétát? Nézett le rá Hárlám gyanakvóan. Harry által metsző tekintetet. Sok mindent tudok. Válaszolta egyszerűen, majd hosszú szünet után, mely alatt ő és Hárlám egymást fixírozták, Uter pedig halálosan unott képet vágott, Harry hozzátette. Nézzék, tőlem lerendezhetik, amit akarnak a névtelennel. Hogy életben maradnak vagy meghalnak, az nekem édes mindegy. Sőt, Jobban örülnék neki, ha megölnék egymást a névtelennel, de ha Jármila szerint mi is kellünk hozzá, akkor meg kell tenniük ezt. Védjék meg a varázslényeket, vagy nem megyünk sehova. Öljenek meg minket, és tőlem maguk is megdögölhetnek. Tetszik a stílusa. Jegyezte meg utel halkan, de nem mosolyodott el, arca merev szobor volt, mintha képtelen lenne valódi érzelmek kimutatására. Harry lehetetlennek tartotta, hogy ez az alak ugyanazoknak az embereknek a gyermeke legyen, mint Arthur Weasley. Uter megjegyzésére Harlem is beadta a derekát, komoran bólintott, aztán kikerülték a strázsáló Harryt, és lassabb tempóban folytatták útjukat a torony felé. Harry megértette, hogy jelezhet a hátra maradottaknak, és követhetik őket. Sehol sem létezett biztonságosabb hely e pillanatban, mint a két sötét nagyúr háta mögött. Mikor Harry visszanézett, látta, hogy a DS tagjai és a házak közül előmerészkedő megmaradt varázslények mind őt bámulják. Intett nekik, mire azok tétován, bizonytalanul elindultak felé, Uther és hárlám nyomába szegődtek. A Nurmengardi fekete utcán szinte füröttek a mocsokban és a vérben. Minden elpusztulni látszott, a város romokban hevert, koltestek feküdtek, akármerre is nézett az ember. Hamarosan szép kis menetbe rendeződött a túlélők serege. Dráko elfoly sápadtan, pajzsát szorongatva lépdelt herjék mögött, Kingaku bátorító dalát énekelve szállt a fejük felett, Ron és Hermione pedig elszántan pásztázták a leomlott házak tengerét ellenség után kutatva. Rolf Salmander idegesen vakargatta a főnix könyvtől gyógyult savmarta sebeit, míg Luna úgy sétálgatott mellette, mintha csak Nurmengard látványában gyönyörködne, és épp egy képes lapárust keresne, ahol szuveníreket vásárolhat. Harry különösen érezte magát. Egyrészt visszatért valamennyi magabiztosságából, most, hogy itt volt a kronék, másrészt aggasztotta uterviselkedése. Félszemét mindig a vörös taláros nagyúron tartotta, és biztos volt benne, hogy nagyon jól tudja, hogy figyeli. Utter az egyik legfélelmetesebb ember volt, akit látott, épp ezért rendkívül zavarta Harryt, hogy megjelenésében mennyire hasonlított Ronra. Oldalra lépve elkapta meggalagony professzor pillantását. Az igazgatónő arca vöröslött, ajkait egyetlen vékony vonallá préselte. Harry észrevette, hogy pálcáját menet közben feltűnés nélkül ugyan, de mindvégig hárlámra és uterre szegezi. Ő is félt tőlük, és bizony jól tette, Váratlanul Uter megtorpant, s így tette mellette Hárlam is. Harry nem látott ellenséget, és nem csak a kaputól, de még a városházától is messze voltak. A vörös hajú mágus hátra se nézett, úgy szólt hozzájuk. Aki pálcát szeg ez a hátamnak nem él sokáig, Minerva. Figyelmeztette meg lagonyt Uter. Susan Bones halkan felsikkantott ilyettében. Hagrid előre nyomakodott Hestia Jones és Didalus között, és megállt meg Galagony mellett. Mikor Uther megfordult, vele találta szembe magát. Rubeus, emlékszem rád gyerekkoromból. Szólt halkan a mágus. Emlékszem, hogy el akartad törni a nyakam, mikor trollokat öldöstem az erdőben. Azok a szegény flótások nem érdemelték meg, amit kaptak tőled, Uther. Morogta neki Hagrid bátran. Uther gúnyosan vigyorgott vissza rá, Harry kettejük közt kapkodta tekintetét, és nem tudta, mit tegyen. Talán a legjobb lenne most itt helyben legyűrni utert. De ha igaz, amit mondott róla a névtelen, hatalmas hiba lenne óriási áldozatok árán meggyengíteniük magukat, mielőtt még egyáltalán kiútnak a szigetről. Végül Meggalagony is erre az elhatározásra juthatott, mert leeresztette a pálcáját. Sajnálom, hogy pálcát szegeztem rád, mondta fagyosan. Többet nem fordul elő, egy piszenés sem hallatszott. Utter végül eleget bámulta Hagridot, mert visszafordult és folytatta útját. Hárlám, aki nem is figyelt oda az egész beszélgetésre, csak a környéket figyelte, és madarakat küldött előre felderíteni a terepet. A sokaság haladt tovább, és csak néhányan mertek beszélgetni a hátul bandukolók közül. Harry hirtelen összerándult, mikor valaki megkopogtatta a vállát. Harry! Percy! kapta fel a fejét. Baj van? Igen, már mint nem, nem esett bajom. Csak vissza akarom adni a köpenyedet. Tessék! Oda nyújtotta a láthatatlanná tévő köpenyt, és Harry keze már elindult felé, mikor meggondolta magát. Legyen inkább most nálad. Nagyobb szükségetek van rá nektek. Biztos? Pislogott rá bizonytalanul a fiú. Meg volt rémülve, ez nem volt vitás, de nem esett semmi baja. Persze, hogy biztos. Nekem itt a pálca, mosolyodott el Harry. Azért akarta, hogy Pörszínél legyen a köpeny, mert kirázta a hideg a gondolattól, hogy bármelyik vízlinek is baja esik. Meg akarta óvni őket, de ebben a tömegben és káoszban ez volt a legtöbb, amit tehetett tértük. Percy hajolt közelebb a füléhez, hogy belesúgja, és közben kicsit szorosabban ölelte magához Ginny-t. Ha valami balul sülne el, azonnal vedd magadra a köpenyt, és charlie meg george is bújtasd el. Jó? Percy Harrybe kapaszkodó hugára pillantott, aztán fel a fiú arcára, és komoran bólintott. Tudta, hogy történt valami Ginnyvel, de nem ez volt a megfelelő pillanat, hogy elmeséljék. Talán soha sem lesz elég megfelelő az idő ahhoz a beszélgetéshez. Megérkeztek a főtérhez abban a másodpercben, hogy kiléptek a házak közül a nagy, kerek nyílt térre, az egész társaság megtorpant, még hárlam és Uter is. Harry előre nézett kettejük között, és meglátta a városháza nagy tornya előtt felsorakozott embereket. Arctalanok voltak, mégpedig nagyon sokan. Talán az összes arctalan itt volt, olyanok is, akiknek díszes vagy épp hétköznapi viseletű talárja egyértelművé tette, hogy csak nemrég talán percekkel ezelőtt érkeztek a városba a névtelen hívására. Csupán egy álarcot vettek fel, és mindannyiuknak a kezében volt a pálcája, akár csak vezérüknek. Épp csak egy pillanatig tartott, míg felmérhették a helyzetet, Utter és Harlan már meg is indultak a felsorakozott arztalanok felé, nyugodt, lassú sétával. Harry először rájuk akart kiáltani, hogy mégis mi a fenét művelnek, nem ezt ígérték, ki kellene kísérniük a varázslényeket, mielőtt összecsapnak a névtelen seregével. De aztán rájött, hogy pont ezzel adják a legnagyobb esélyt a menekülőknek. A névtelen összehívta az arztalanokat az egész városból. Ha lefoglalják őket itt a városházánál, a többiek biztonságosan eljuthatnak a déli kapuhoz és a tengeri hídhoz. Miközben közeledtek, több zümmögő hang hallatszott zsupszkulcsokkal újabb arztalanok érkeztek a torony köré, és csatlakoztak a többiekhez. A két sereg most már csak nem ugyanakkora volt, azt leszámítva, hogy a DS sebesült, sérült tagjai álltak szemben a makulátlan ruházatú arztalanokkal. Hárlam és Uter csak tíz méterre álltak meg az ellenség előtt. A két sereg is egymással szemben sorakozott fel, középen pedig a névtelen és Uter nézett farkas szemet, de Harrynek mindvégig az volt az érzése, hogy a névtelen, akinek visszakerült az arcára a maszk, végig éberen figyeli őt. Az arctalanok között ismerősöket is felfedezett. Itt volt Michael Svetics, a magyar mágus, valamint Vrenna is, akit talán épp Szvet is engedett ki a börtönből. Vrenna korábbi eszelős tekintete eltűnt, ködös, szinte közömbös volt a szeme. Harry gyanította, hogy emlékei hiányán impériusz átokkal irányítják a veszélyes mágust. Ginny elengedte Harry kezét, és egy pálcát szegezett az arstalanokra, melyet talán valamelyik testvérétől kapott. A finnmaszkok tengerét fürkészte, s Harry sejtette, hogy azt az embert keresi, aki Mr. Weasley haláláért volt felelős. Vajon meghalt már? Vagy még életben van? Esetleg nincs is itt, hanem még mindig a miniszteri irodában tetszeleg Ártúr Vízli személyében? Futattak át a gondolatok az agyán. A névtelen most hangosan megszólalt, hogy minden jelenlévő értse a szavait. Nem sejtettem, hogy ennyien túlélitek az esőt. Gratulálok. Derűs hangsúlya ezután baljós fenyegetéssé változott. Úgy hiszem bármit is mondanék nektek, az semmit sem változtatna az elkövetkező perceken. A harc elkerülhetetlen. Mégis a többiekhez előtte még szólnék pár szót. A DS tagjai idegesen egymásra pillantottak, a hátul álló kentaurok kapálták a földet patáikkal, és megfeszítették az íjakat, a koboldok és vélák is felkészültek az összecsapásra. Drákó úgy nézett ki, mint aki legszívesebben a hátsó sorba húzódna, mégis egész testében remegve ott maradt Ronék mellett, spajzsát megnagyobbította. Hestia Jones és Didalus Digül, Hagrid és Megalagony mellett álltak, dühösen meredtek az arztalanok tömegére, egy cseppet sem látszott, hogy félnének. Egy éve pont ugyanitt álltunk egymással szemben. Csak akkor fordított volt a felállás. Mondta a névtelen. Feltételezem, hogy akkor most sem fogunk szót érteni egymással. Túl sok sírelem esett. Eljött hát a vége. Szeretném, ha tudnátok, hogy mindez két ember bűne. Dumbledore és Harry Potteré. Az ő makacságuk tehet róla, hogy ma itt ennyien meghaltak, és még hányan fognak meghalni. Mindannyi otokat meg fogunk ölni, kiáltotta határozottan, egy ítélkező bíró hangsúlyával. De egy valaki szabadon távozhat. Abelforce Dumbledore. A név elhangzása mindenkit megdöbbenéssel ért, legjobban magát a megnevezettet. Minden fej Abelforce felé fordult, kivéve Herit és Ginit, akik nagyon jól tudták, miért pont őt választotta a névtelen. Aberforth, szólt a maszkos mágus. Távozz innen! Most! Parancs volt, mégpedig olyan, ami határozottabb volt minden korábbinál. A doppelgenger meg akarta óvni a másik Dumbledore testvért, hogy a gondjaira bízhassa Arianát futott át Harry agyán. Miért ő? kiáltotta valaki a tömegből. Páran lepisszekték, és oldalba lökték a koboldot. Nem tartozik senkire a döntésem. Aberforth Dumbledore nem fog meghalni ma, jelentette ki a névtelen, szinte ordítva. Aztán újra a döbbent öregemberhez fordult. Menj a déli kapuhoz. Ott fogsz találkozni valakivel. Egy zsupszkulcs lesz nála. Menjetek el a szigetről. Menjetek vissza Angliába. Aberforth nem akart mozdulni. Látszott rajta, hogy szólni akar, talán tiltakozni, de csak tátogni tudott. Nem bírt egy szót sem szólni az előttük álló alakhoz. Végül csak akkor mozdult meg, mikor Meggalagony professzor egy gyengéd érintéssel mozgásra ösztökélte. Az öreg ember kilépett a tömegből, el a némán figyelő Harlem és Uter orra előtt, és távozott, amerre a névtelen mutatta. Senki sem állt az útjába, Harry pedig remélte, hogy tényleg elmegy a szigetről Arianával. Már-már elviselhetetlen volt a feszültség a két csapat között. Néma csend volt, sehol sem folytak már harcok a városban, és nem is maradtak bujkáló emberek. Ebben Harry biztos volt. Harry. A névtelen szólította meg. A hűvös északi szélben kiabálva is csendes suttogásnak tűnt a hangja. Ez a legutolsó alkalom, hogy válaszlehetőséget ajánlok. Állj mellém, és megkímélem a barátaid életét. Ha folytatod a harcot, meg foglak ölni téged is. Tudod, mennyire nem szeretném azt? Harry annak dacára, hogy rengeteg gondolat kavargott a fejében még felbukkanása óta, azt az egyet pontosan tudta, hogy mit feleljen erre. Nem kellene választást ajánlania mondta mosolyogva. Én sem fogok magának. Néhány arztalan gúnyosan felkacagott a háttérben, míg páran inkább meghúnyászkodtak Harry szavai hallatán. Különösképp a névtelen is a csendben maradók közé tartozott, de Harry sejtette, hogy ennek semmi köze nem volt a félelemhez. Inkább a szomorúsághoz. Akkor hát... Folytatta volna a névtelen, de most uter hangja csengett. Elég volt a beszédből. Szakította félbe a maszkos mágust, mikor megelégelte a szópárbajt. Egy kígyó gyorsaságával mozdult, hárlámmal együtt. A mágia kirobbant a pálcákból, de a válasz sem késlekedett. Uter első átkával három arztalant robbantott porszemekké, Hárlám átka pedig összeütközött a névtelenével, s azonnal óriási porfelhő kerekedett, melyben csak madarak veszett károgását tűz sistergését és rémült ordítozást lehetett hallani. Vad káosz bontakozott ki egy szemvillanás alatt, mindenki átkokat kiabált vagy védőbűbályokat varázsolt, a varázslények pedig saját fegyvereikkel szálltak harcba. Harry nem támadott, egyetlen átok sem hagyta el a száját. A pálcák ura erejét arra használta, hogy minél több varázslatot elhárítson, s összetörje az ellenfelek pálcáit. Az alztalanok pontos stratégia szerint támadtak. Mikor az első sor kiszórta átkait, legugoltak, svédő pajzsokat varázsoltak, míg a mögöttük lévő sor támadása következett. Így nyomultak egyre előrébb, miközben a hárlám pálcájából előtörő ezernyi madár egyetlen testként nem öleltek körbe a névtelent, hogy kiemelje a harcoló felek közül. Amikor a névtelen és hárlám kikerültek a képből, Uter belevetette magát a csata hevébe. Egyszerre öt arztalannal küzdött, Harry pedig ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy a varázslényeket kimenekítsék a szigetről. De nem csak ő látta át a helyzetet. Mindenki utánam! bömbölte meggalagony Galagony oroszlán módjára Visszavonuló! Neville! Maguk fedezzék a menekülőket! Hagrid, vezesse őket a déli kapuhoz! Meggalagony utasításainak senki sem mondott ellent. A kentaurok kilőtték utolsó megmaradt nyilaikat, és vágtázva eliramodtak Hagrid után. A vélák és koboldok sem teketóriáztak, de a farkas embereket csak Taurus Butcher és a többi farkas király tudta rábírni, hogy meneküljenek. Eközben Neville, a vízlik és Harry minden erejükkel feltartották az arztalanokat, akiknek rendezett sorait már szétzilálta Uter elsőprő erejű támadása. A távolban, valahol az égben a névtelen és hárlán csatája zajlott, villámok dörögtek, és elszenesedett madarak hullottak az égből. Harry Ronnal, Ginnyvel és Hermionéval válvetve küzdött, nem akartak eltávolodni egymástól, attól félve, hogy akkor végleg elvesznek. Az arztalanok, akik nem uterrel harcoltak, szinte mind őket vették célba, nem is törődtek már a menekülő varázslényekkel, vagy a DS többi tagjával, akiket meggalagony többiek után küldött. Harry szemtanúja volt, hogy Michael Svetis testét a kentaurok nyirai változtatták tűpárnává, Vrenát pedig Rolf és Luna átkai döntötték le. Neville, Hannah, Susan Bons és Örni McMillan is úgy harcoltak, mintha nem is élték volna át az elmúlt néhány óra kimerítő eseményeit, aminek az lett az eredménye, hogy az ellenség száma vészesen megfogyatkozott. A csata már-már már átláthatatlan volt, bűbályok és rontások csapkodtak mindenfelé, s volt, hogy az ellenség egymást találta el. Herjéket, akik védekeztek csupán, nem fenyegette ez a veszély, és sikerült megtörniük az arztalanok előre nyomulását. A maszkosok visszaszorultak a lépcsők felé, a leghátsók már besurrantak a városháza méretes kapuján, hogy fedezék mögül célozzák Utert és Herjéket, vagy a parancsokat osztogató meggalagonyt, aki egy varázslatával életre keltette a hosszú lépcsőket. Azok ugrálni kezdtek, kibillentették egyensúlyukból az arztalanokat, feldobálták őket, hogy könnyű célpontot nyújtsanak nevilnek és a vízli testvéreknek, akik nem voltak hajlandók követni a többi menekülőt. Visszavonulni, Jordan Vízli indulás a többiek után, ordította meggalagony, és széles csapással hárított egy átkot, amit Hanának szántak. A küzdelemben nem vette észre, hogy az ajtó mögül három arztalan is egyesített erővel fordul feléje, csak a varázs igéket hallották már mindannyian. Avada kedavra! Hermione felsikoltott, de Harry a kimerültség határán szintén elordította magát. Reverzó! Az aranyláng jött, és magába olvasztotta a zöld halálsugarakat, összetörte a pálcákat, visszavetette az arztalanokat. Harry egy pillanatra megkönnyebbült, azt hitte minden rendben van, de aztán észrevette, hogy az egyik átkot később szórták ki. A villám keresztül hasított a levegőn, és a melkasa közepén találta el meg galagonyt. Az idő is megállni látszott egy pillanatra, mikor a Roxfort igazgatója a földre rogyott arcáról nem tűnt el az ádáz, szigorú tekintet, és ajka is megformálták még utolsó, néma intelmét. Meneküljetek! Harry úgy érezte, maga alá temeti a kétségbeesés, ahogy öreg tanárát nézte. Megszédült egy pillanatra, és megint a rosszul lét kerülgette. Hogy hallhatott meg? Meggalagony volt a legerősebb és legbátrabb boszorkány, akit csak ismert, lehetetlennek, már-már már abszurdnak tűnt, hogy őt egy maroknyi arztalan ője meg, és most mégis megtörtént. A következő néhány perc kusza képek formájában maradt meg az elméjében, melyek rendetlenül követték egymást. Nevil eltorzult arca, mikor felordít, uter gépies, gyilkos mozdulatai, az égből hulló fekete madártollak, meggalagony a földön, holtam. Hermione sírt és sikoltozott, feledve a csatát, odarohant meggalagonyhoz, hogy átölelje. Ginny arcán könnyek peregtek, és ő is megrendült egy pillanatra. Ron próbálta egymaga megóvni őket, átkok és szidalmak válogatott keverékét zúlította az arztalanokra, de végül nem ő, hanem nagybátyja volt az, aki végleg megfutamította az ellenséget. Uter lenyűgöző varázs ereje elsöpörte mindet, visszaszorította őket a toronyba. Egy pillanatra sem állt meg, ment utánuk, az eszét vesztett rom pedig követte, mikor már az arztalanok nem fenyegették a lányokat. – Öld meg őket! – kiáltotta Uter után. – Öld meg mindet! – Harry megrémült. – Ron! Ron, ne menj be oda! – Ron! sikoltották a lányok is, és tehetetlenül otthagyták meggalagonyt a tér hideg kövén, hogy a fiú után szaladjanak. Harry félt, hogy mi várja őket oda bent. Az arztalanok túl hirtelen fújtak visszavonulót, minden porcikája érezte, hogy csapdába csalják őket. Ő után a Ginny és Hermione futottak be, és aztán megérkezett a fagyos hideg szél is, a túlvilági hideg, mely a semmiből hóvihart kavart a torony körül, kizárva a DS többi itt maradt tagját. A vízli testvéreket, Neville-t és feleségét, Lunát és Rolfot. Harry Melfoly kiabálását hallotta, de nem értette, mit mond, nem is számított már. Uter nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, mi történik. Veszett kutya módjára harcolt, Jobbra-barra csapott pálcájával olyan gyorsasággal, amit Harry még Dumbledortól vagy Voldemorttól sem látott soha. Rögtön tudta, hogy uter ereje pontosan ebben rejlik. Ő volt a legtehetségesebb párbajozó, akivel valaha összefutott. Az egyik arztalant egy pöccintéssel felgyújtotta, s mielőtt hamuvá égő teste a földre omlott volna, már egy következőnek hasította fel a melkasát egy borzalmas varázsigével a fröccsenő vér hosszú csíkot festett a csarnok falára. – Ez csapda! – üvöltötte rá Harry telitorokból, de a válasz szinte ijesztő volt. – Tudom, te szerencsétlen! – fröccsögte Uter. Erre már Ron is meghökkent, vakdühe lassan elapadt, ahogy meglátta nagybátyja vérpetjezte arcát. Lábaik előtt mindenhol holtestek hevertek, csukjások, álarcosok, s talán még néhányan, akik csak véletlenül kerültek uterpálcája pálcája elé. – Tudja? – képett el Ginny. Még mindig zihált, arcára hosszú csíkokat festettek a kifolyt könnyek. A kinti hótornádó lassacskán belje baraszolt az ajtón, és köréjük zárult. A torony megfagyott, mintha jégből lett volna. – Ez az! – hallatszott uterhörgése. Mind megborzongtak a talár alatt, és ekkor Harry megértette, Uter tudta, hogy még hátra van egy nagy úr. Hárlám harcolhatott a névtelennel, de Utter sem elégszik meg azzal, hogy csak a szolgák vérét oncsa. Ahogy a névtelen mondta róla, az a rögeszméje, hogy pár bajra hívja ki a legerősebbeket, és itt már csak egy hozzámérhető ellenfél volt, a jégfüggöny szétnyílt, Harry egy pillantásra meglátta a túloldalon a téren heverő holtesteket, de aztán újra összezárult a hideg, és ott állt Marius Prince. Harry nyomban meglátta rajta, hogy nem olyan magabiztos, mint előző találkozásukkor. Ideges, nyugtalan volt, szinte aggódó, de utelre nézve csak haragtól sugárzott kék arca. A vörös hajú nagyúr elvigyorodott, nyelvével finoman megnyalt a szája szélét, mintha csak egy finom falat került volna elé. Újjai elfehéredve szorították a pálcát, felkészült az összecsapásra. Ginny, Hermione, gyertek el onnan! szólt rájuk Ron, és Harryvel együtt elvonszolták a lányokat a két mágus útjából, akik pillanatokon belül egymásnak esnek. Máriusz mozdult elsőnek, de így is elkésett. Uter ugrott, de olyan gyorsasággal, amit Harry még sosem látott. Csak is varázslat lehetett a mozdulatban, mert szemmel se tudta követni, csak azt vette már észre, hogy a mágus torkor ragadja Máriuszt, felemeli, és hatalmas recsenéssel a falhoz vágja. Mindezt úgy tette, hogy el sem fáradt, könnyű rongybabaként tartotta a kékbőrű embert a markában. Gyenge vagy, szólt Uter baljósan. Túl gyenge. Máriusz arca szörnyszerű rémpofává torzult, és száját kitátva sziszegett a mágusra. Harry és társai elképedve nézték a két nagyúr egyoldalú küzdelmét, Hermione pedig felsikoltott ilyettében, mikor Uter lecsapott Máriuszra suhintott egyet a varázspálcával, hosszú vér fröccsent, s a kékbőrű emberfeje lerepült a nyakáról. A fej kopogva gurult végig a padlón, fekete vérével mocskolta be a követ, az élettelen test pedig a padlóra hullott. Herrin nem tudta felfogni. Máriusnak vége volt. Uter egy szemvillanás alatt elkapta és lefejezte, s most undorodva rúgta félre a fejét vesztett testet. A lepelszerű, hosszú hajó koponya a sikoltozó Hermione lábai elé aki a falik hátrált tőle rémületében. Hagyd abba! Csattant fel Uter türelmét vesztve, pálcáját a lányra szegezte. Hermione azonnal elhallgatott, és a torkához kapott, mintha fuldokolna. a békén! Bődült el Ron, Harry ereiben pedig megfagyott a vér a félelemtől. Nem bírom, ha sikoltoznak, a gyengenők sikoltanak, a tehetetlenek. Acsarogta Uter félelmetesen, de megszüntette a folytóvarást a lányon, aki köhögve a padlóra roskadt. Ron megrettenve bámult fel idegen nagybátyjára, miközben letérdelt a lányhoz, hogy átölelje. Ne sikíts, hallotta Harry, ahogy Hermione fülébe suttogja. Ne ingereld! Ekközben Uter felalájárkált a hullák között, arcizma idegesen rángatózott gyűlölöm, ha sikoltanak. Nem bírják befogni a szájukat. Nincs méltóságuk, gyengék, tehetetlenek, undorítóak. Csak sikoltanak és sikoltanak. Pedig igazán befoghatnák, megveszik tőlük az ember. Harry elnézte a magában motyogó nagyurat, és megértette, hogy utervízli nem csupán kegyetlen harcos és fekete mágus volt. Megőrült. Efelől nem volt kétsége. És ez volt talán az egyetlen gyenge pontja, ha volt neki egyáltalán. Saját emésztő dühe maga alá temette, akár csak Máriuszt. Most csak nem Ginny sikoltott föl, de az utolsó pillanatban ízbe kapott, és a szájára szorította a kezét. Harry nem értette, mi lelte a lányt, de aztán hátrafordult és megpillantotta, amit Ginny észrevett. Marius Prince lecsapott feje a levegőben lebegett, mint egy bizarr szörnypofa, nyakából még mindig ömlött a fekete vér, hosszú haja csapzott, zsíros hálóként borult foltos, kék koponyájára. Mire mindenki észrevette, mi történik, Máriusz kitátotta száját, melyből metsző, fagyos szél süvített elő, ledöntve őket a lábukról, és a hótornádó beáramlott a helyiségbe. Harry nem tudott időben pajzsbűbájt varázsolni, de még Uter is elkésett vele. A szélroham célpontja a nagyúr volt, és egészen a falig a Máriusz varázslata. Azonnal rájuk telepedett az idegen harag, eltemette saját gondolataikat, megtöltötte a fejüket gyűlölettel, indulattal, mely teljesen elvette az eszüket. Rón a földön rángatózva hörgött, Harry a fejét markolta, és csak annyi lélek jelenléte volt, hogy megőrizze pálcáját. Most esélyesen volt, hogy szót értsen Máriusszal, vagy hogy megidézze a patronusát. A szél a földön heverő holttesteket söpörte, mint könnyű tolpihéket, és ez, mintha újabb ötletet adott volna Máriusznak. Szájából most a jeges széllel együtt fekete füst elő, a füstből bíbor színű láng kígyók tekerektek ki, a métei varázslata. Harry rájött, mit tervez a levágott fej. Inferussá akarja változtatni mindannyiukat. Minden erejét megfeszítve próbált felkelni, de a hideg szél rögves ledöntötte a lábáról rá egy fekvő holtestre. Borzadva hőkölt volna hátra, de ekkor megpillantotta az arcot maga alatt, és egy röpke, futó másodpercre kitisztult az agya. Egy békés, üreg arc nézett vissza rá üveges szemekkel. Harry már nem a menekülésre szedte össze az erejét. Minden izmán erőszakot téve, küzdve a hideg ellen, oldalra hemperedett, és egyúttal átfordította a halottat pont Máriusz felé, hogy a kékbőrű nekromanta is láthassa, amit ő. Eileen! Az eltátogott kérdés után néma csönd ült a teremre, de nem a természetes csönd, hanem végtelen, gyászos, hangtalan üresség. Harry érezte Máriusz minden gondolatát, mely most, hogy túlvilági varázs ereje az összes jelenlévőre rátelepedett, a szüntelen, emésztő haragból lassan átalakult valami mássá. Akár csak Harry, mindenki más is a rongyos talárba öltözött öregasszonyt bámulta. Eileen Prince volt az, Eferől nem volt kétség, s Harry arra gondolt, hogy, hogy korábban észre sem vette Piton anyját az elesettek között. Fogalmas sem volt, hogy került ide, de abban biztos volt, hogy nem az alsztalanok között harcolt. Talán menekülni próbált az ostromlott városból, és a csata közben lelte halálát egy eltévedt átoktól. Máriusz eltorzult arcvonásai iszonyatos fájdalomról tanúskodtak, mikor ő is rádöbbent az igazságra. Hugalátványa kiölte a haragot, melyet ellenségei szívébe plantált, s most uterkivételével kivételével mindenki szeméből könnyek csorogtak. Átérezték az idegen gyászt, nem tehettek ellene semmit, mert a dementor ereje rájuk telepedett. Aztán a gyász mögött először valahol mélyen addig eltemetett, semmi vett felismerés kelt új életre. Talán Máriusz magától jött rá saját vakságára, talán a távolban trillázó főnixdal miatt jutott el erre a pontra, de végül már mindenki érezte, mire gondol ebben a pillanatban. Gyűlölte magát, iszonyodott a szörnytől, amivé vált a lebegő, elkorcsosult, levágott fej, mely fekete vért és fagyos hideget okádott magából, ismét embermódjára érzett. Megöltem a saját hugomat. Hallotta Harry fejében a gondolatot. Megöltem őt. Magára hagytam. Pedig Potter figyelmeztetett. És ekkor Valahol a fejetlen hol test mellett, a halotti lepelként szétterülő vörös redői alatt megmoccant valami. Herri nem tudta, mi az, erőszakkal kényszerítette magát, hogy oda nézzen, mert újabb támadásra számított. Uter is vicsorogva tápászkodott fel, a jeges, süvöltő széllel viaskodott, pajzsot bűvölt maga köré, és a kékbőrű ember teste felé indult. Ő is meglátta, amit herri. Máriusz pálcája mozdult meg, de nem az élettelen kar emelte. A pálca megremegett, szinte reszketett, mintha azt is fájdalom kínozná, akár a gazdáját. A földön patogva kigurult a köpeny alól, és a lebegő fej felé haladt, mintha mágnes vonzaná, aztán félúton váratlanul ketté tört. Valami kiszabadult belőle, Harry érezte, pont, mielőtt az agyába hasított volna a pokoli fájdalom. Máriusz végtelen kínban ordított, miközben a horcruxból kiszabadult lélek töredék egyesült vele. Harry megértette, mi történt, emlékezett rá, mit mesélt neki Hermione egyszer régen a horcruxokról. Volt rá lehetőség, hogy az ember újra összeforrassa a széthasat lelket. Az őszinte bűntudat volt a kulcs a varázslat visszafordításához. De annak ára volt. Máriusz a haláltusáját vívta míg Uther brutális, nyers varázs ereje csak feldühítette, Aileen iránti gyásza okozta végzetét. A lebegő fej tűzbe borult, akár csak földön maradt teste. Pokoli kék lánggal égett, az elnyelt lelkek pedig apró Szent János bogarakként szabadultak fel belőle. Máriusz földön túli visítással haldoklott, és a felfordulásban egyedül Harry látta azt, hogy az egyik földön fekvő mindeddig halottnak hit arztalan felkel, és pálcája híján egy kést vesz elő talárjából. Harry nem figyelmeztetett senkit. Valami megmagyarázhatatlan belső késztetés, talán a pálca, talán a vakremény azt súgta neki, ne tegye. Ehelyett elfordította a fejét, oda sem nézett, csak hallgatta Máriusz elhaló sikoját, aztán Mielőtt még beállt volna a döbbent csend, egy második fájdalmas ordítás zengett fel. Uter üvöltött, sborult térdre, pálcája kifordult a kezéből, és elgurult a földön, akár Máriusz levágott feje. Az arztalon, aki mögé elopózott, a bordái közé szúrta kését, de ő maga is ordított valami sokkal nagyobb fájdalomtól, mint ami a megsebzett nagyurat kínoszta. Harry, Ron, Hermione és Ginny egy szót sem bírtak kinyögni az egymás után viharos gyorsasággal bekövetkező eseményektől. Az asztalan kirántotta kését, úter oldalára fordulva hevert a földön, és zihálva nézett föl az orvgyilkosra. Az ismeretlen ekkor remegő kézzel letépte magáról a maszkot és zokogva, potyogó könnyekkel bámulta áldozatát. Mr. Weasley volt az. Harrynek legelőször ez jutott eszébe, de aztán emlékeztette magát, hogy akit lát, az nem lehet Arthur Weasley, hiszen ő meghalt, ez csak az az arztalan, aki átvette a helyét az örökké tartó száz főzettel. De ha így van, akkor miért sír úgy, mintha nem is az őrült nagyúr, hanem a saját hátába döfte volna a kését? Saj, sajnálom! dadogta a férfi holtra vált arccal. Uter vicsorogva meresztette rá kék szemeit, és egyik kezével a pálcájáért nyúlkált. Harry végre újra úgy érezte, hogy képes megmozdulni, és gyorsan magához röptette a varázspálcát, nehogy Uter megkaparincsa. Sajnálom, mondogatta egyfolytában Mr. Weasley hasonmása, miközben két lépést hátrált a nagyúrtól. Meg... megmentettem az életed. Nyomorult, Sziszeget fel rá Uter. Megmentettelek gyerekkorunkban, ah! Arthur. Rón és Hermione megrökönyödve kiáltottak fel, Ginny olyan képet vágott, mint aki szoborrá merevedett. Az adósom vagy. A csarokta Uter, és vért köpött a padlóra. Az adósom, és te, nyomorult, gyáván hátba döfsz. Nem, rázta a fejét az arztalan, és még hátrébb ment tőle. Hangja most sokkal tisztábban csengett, de még mindig csorogtak a könnyei, és remegett az ajka. Elfehéredett ujjakkal markolta a gyilkos kést. Nem vagyok az adósod, uter. A gyermekeimet fenyegetted. Meg akartad ölni Herrit. Nincs itt már semmilyen adósság. Nyamarult! Bömbölte Uter, és hihetetlen erőről téve tanúbizonyságot, izmait megfeszítve feltápászkodott. Harry megrémült, de tudta, hogy egy pillanatig sem habozhat, mert a férfi, aki most már teljes bizonyossággal Mr. Weasley volt, akármilyen hihetetlen is volt ez a csoda, a szíve súgta neki, hogy igaz, képtelen lett volna még egyszer kést emelni a testvérére. Uter viszont teljesen megveszett, s Harry biztos volt benne, hogy ő sokkal rosszabb fajta szörnyeteg, mint amilyen Máriusz volt a kékbőrű emberben átváltozásai végén is több emberi érzelem maradt, mint a vörös hajú mágusban. Megöllek, te féreg! üvöltötte. Aztán megnyúzom a fattyaidat is egyenként. Stupor! A varázsige öt szájból hangzott el egyszerre. Harry, Ron, Hermione és Ginny mind kimondták a maguk kábító átkait, egy ötödik villanás pedig az ajtó felől érkezett, melyel a berontó melfoly találta arcon a megvadult nagyurat. Uter vörös fénybe borult teste ernyetten hult a padlóra, Mr. Weasley lábaihoz, aki kiejtette kezéből a kést, és sírva nézte az alakot, aki egykor a testvére volt. Harry odament a mozdulatlan uterhez, és ujjait a nyakához nyomta. Azonnal tudta, hogy a férfi meghalt. Az öt kábító átok túl sok volt már neki, de a halálos sebet Mr. Weasley okozta. Mikor elült a zaj, és a kék tűz is kialudt, Ron és Ginny egy emberként kiáltottak fel. – Apa! – oda rohantak Mr. Weasleyhez, aki olyan szorosan ölelte magához őket, mintha sosem akarná elereszteni a gyermekeit. – Rón, Ginny! – Merlinre, megbocsátotok nekem! – suttogta sírva a varázsló. – Nem, nem tehettem mást! – Harry eközben melfolyt nézte, a fiú szokásos fölényességgel, ám különösképp valamilyen bujkáló elégedettséggel mosolygott, ahogy beljebb jött az előcsarnokban. Ő is Mr. weasley nézte, megcsóválta a fejét, aztán a tekintete találkozott Harryével. Te tudtad, igaz? Kérdezte Harry. Tudtad, hogy Mr. Weasley élte túl akkor, és ő vette át az arztalan helyét. Dehogy! Horkantott fel a fiú, majd kicsivel később mégis megvonta a vállát. De az utóbbi hetekben sejtettem valamit. – Hogyan? – Hogy lehetséges ez? – hebegte Hermione, és kissé megkésve ő is odaszaladt, hogy megölelje Mr. weasley -t. A férfi végre elengedte gyermekeit, s most a szemét törölgetve magyarázni kezdte. Már hónapokkal előre tudtuk, hogy egyszer eljön az az idő, mikor át akarják venni az én helyemet is. Drákó volt az, aki segített nekem felkészülni rá. Biccentett a szőke mardekáros felé. Ron tátott szájjal merett Melfoyra, életében talán legelőször úgy, hogy nem akarta ledöfni a tekintetével. Melfoy? Hogyan segített? Oklumenciát tanított nekem, mesélte a férfi, és kezdett visszatérni a szín az arcára. A tény, hogy újra szabadon beszélhetett a gyermekeivel, elpárologtatott valamit a tudatból, hogy rég látott testvére nem volt többé. Oklumenciát! csodálkozott Ginny. Melfoly most szusszant egyet. Már ha azt oklumenciának lehet nevezni, amit maga művelt. Jegyezte meg halkan, s ő is megint a régi volt. Nagyon nehezen ment, ismerte be Mr. Weasley. De mikor eljött az ideje, a külön óráinknak meglett az eredménye drákó. Azt látom, sikerült meglepnie, miniszter. Az életem köszönhetem neked, hálálkodott a varázsló. És a feleségem életét is. Melfoy csodák csodájára egy bólintással nyugtázta, aztán elfordult, lezártnak tekintette a témát, és hozzálátott, hogy átkutassa Uter zsebeit. Harry, a megszólításra felkapta a fejét. Mr. Weasley atyai mosolyjal nézett rá, és a karját tárta felé. Harry is elvigyorodott, érezte, hogy a rengeteg nyász és szomorúság, mely hónapokon keresztül gyötörte, elmúlik, és ő is odarohant a férfihoz, hogy megölelje. Hihetetlen vagy, apa, de komolyan, lelkendezett Ron, aki úgy viselkedett, mintha megivott volna egy kondérnyi Félix Feliciszt mindvégig eljátszottad, hogy egy arztalan vagy, aki téged játszik, és egész idő alatt ott voltál a minisztériumban. Kim kettél utánuk? Belülről bomlasztottad a rendszert? Mr. Weasley megrázta a fejét. Nem, romált. Semmi ilyesmit nem tettem. Csak vigyáztam, hogy a gyerekeimet ne kaphassák el. Ginny felnevetett örömében, és újra megölelte az apját. Melfoy már hányást imitált a háttérben, Ron viszont az anyjukról faggatta Mr. weasley aki elmondta, hogy Mrs. Weasley mindvégig tökéletesen játszotta az Imperius átokkal irányított feleség szerepét. Melfoy zsebre dugta uterpálcáját és a zsupszkulcsát, amivel a szigetre jöttek, aztán tömör beszámolóba fogott. A varázslények zöme kijutott a szigetről a déli hídon keresztül. Az arctalanok itt pusztultak, Néhányan elfutottak talán erősítésért, nem tudom. Ideje nekünk is távozni. Potter, Harry némán bólogatott Malfoy szavaira. A két nagyúr elbukott, de érezte, hogy a legnehezebb még hátra van. Odakint elült a csatazaj, Harlem és a névtelen küzdelme talán már véget is ért. Hogy kikerült került ki belőle győztesen, a felől nem volt kétsége. Senki se győzhette le dumbledore csak is Dumbledore maga. Harry mélyet sóhajtott, ahogy nézte a hatalmas, csukott ajtót. Ki kell lépnie rajta, és csak a szigilluszokba és a pálcájába helyezheti bizalmát. A tárgyakba, melyek Dumbledore-tól maradtak rá. Nem tehettek mást. Ezt be kell fejezniük. Tartoztak ezzel Meggalagonynak és a többi halottnak. Tartoztak Sémösznek, a varázslényeknek, Dinnek, akit talán a halálba küldött. Hogy nekik legyen esélyük túlélni. Nem halogathatták tovább. Meggalagony halála volt a legutolsó csepp a pohárban. Elképzelhetetlen volt számára az, hogy csak úgy elhagyja a szigetet. Ron, barátja csak második szólításra figyelt fel, annyira elmélyült a beszélgetésben, melyet joggal érezhetett fontosabbnak, mint bármi mást a világon, mégis félbe kellett szakítaniuk. Ron, Hermione! Harry, mi a baj? Mind feléje fordultak, és bámulták őt, ahogy ott áll az ajtóval szemben, indulásra készen. Harry csak két barátja szemébe nézett. Meg kell tennünk. Hermione elsápadt, Ginny arcáról pedig eltűnt a mosoly. Ron tekintetén látszott, hogy érti, mire céloz, és megeresztette egy keserű, féloldalas vigyort. Igazad van, ne haragudj. Miről beszéltek? Mit kell megtennetek? Kapkodta a fejét Mr. Weasley. A névtelen még odakint van, válaszolta csendesen Ginny. A férfi ennél jobban meg se rémülhetett volna. Ne beszéljetek zöldségeket, a névtelent lefoglalja az a másik mágus. Talán le is győzi. Semmi szükség rá, hogy ti is oda menjetek, apa. Most úgy beszélsz, mintha anya szerepét is átvetted volna. Viccelődött Ron, és odament Harryhez. Hermione némán követte. Harry elővette a zsebéből a topás szigilluszt, és átnyújtotta a fiúnak. Ron csodálkozva bámult az ékszerre. Ezt meg honnan? Elvettem Kiröntől. Elárult minket. Ő volt a kém. Mindvégig. Adta elő a történet rövid verzióját Harry. Ron utálkozó fintort vágott, Hermione pedig elszörnyedve pillantott rá. Komolyan beszélsz? kérdezte a lány. Mindig meg akartam folytani azt a kis görényt. Jegyezte meg Rón epésen. Most már nem kell folytogatnod. Meghalt. Te vol, Harry hümmögött egyet. Nem egészen, de ez most nem számít. Ron, azt hiszem fel kell venned ezt a nyakláncot. A teszlek süveg négyünk közül téged osztott be majdnem a hugrabukba. És a vers szerint ez hugrabuk ajándéka. Neked kell viselned, mikor szembe szállunk vele. Ron bólintott és a nyakába tette a nyakláncot, aztán a ruhája alá rejtette. Vonakodva pillantott hátra hugára. Gyűlölöm ezt megkérdezni, de Gininek nem kellene velünk tartania? Harry a fejét rázta, és csak remélte, hogy igaza lesz. Azt hiszem, azzal a nyaklánccal már nincs több dolgunk. Várjatok! kiáltotta Mr. Weasley, és odaszaladt hármójukhoz. Ne csináljátok ezt! Könyörögve kérlek, ne menjetek! Nem akarom, hogy úgy járjatok, mint Minerva. Keressük meg a többieket, és menjünk el erről a szigetről. A házi maloddal eltűnhetünk, a névtelen uralmának már úgyis vége van. Itt már nem az uralomról van szó, Mr. Weasley. Egy régi barátnak ígértem meg valamit. Válaszolta Harry. De jó is, hogy említi a manót. Bogó! A pocakos házimanó azonnal megjelent mellette egy hangos pukkanással. Helyzet, főnök! Az a helyzet, hogy kimegyünk azon az ajtón, mutatott előre Harry. És te velünk jössz, hogy segíts. Bogó szemei kerekre tágultak, de nem tudott tiltakozni. Harry remélte, hogy Hermione nem fogja nagyon megszídni érte, amiért ilyesmit parancsol a manónak. Hogy álljon ki velük együtt a világ talán legveszélyesebb varázslója ellen, de mikor ránézett, nem látott rosszallást a szemében. Hátrafordult Ginny felé, aki néma beletörődéssel fogadta el az elkerülhetetlent. Ezután mellfolyra nézett, akinek semmit se lehetett leolvasni az arcáról. Gyerekek, könyörgött volna tovább Mr. Weasley, de Harry Ron és Hermione nem vártak tovább. Kitárták a méretes, fekete ajtót, és kiléptek rajta a felismerhetetlenségig lerombolt főtérre, nyomokban a vacogó fogú bogóval, aki halk szidalmakat dörmögött az orra alatt.